Julián, ez nem lehet igaz, mégis hogy árulhattad el steve hogy hol lakik Pia? Már ott van a háza előtt. Persze már, mintha nem is lenne ennél jobb dolgom, engem ez a téma nem érdekel. Hanna, ne idegesíts már, mert ez még visszakapod, fontos dolgom van, minecraftozni. Nem, Julián, a csak ide a laptopot, ért nem tehetsz, hogy elmondod, aztán meg úgy teszel, mintha nem is te lettél volna. Hé, mit csinálsz? Ezt meg hogy merészeled? Hanna, azonnal ad vissza a laptopomat. Majd akkor kapod vissza a bocsánatot, kértél piától, most mérgessem. Gyerekek, mit műveltek, mi folyik itt? Anya, Julian Ortibán, most nekem kell a laptop, úgyhogy elviszem. Megértetted, Julian? Hanna, én nem mondtam semmit Steve-nek, nem is tudom, hogy hol lakik Pia. Miért kell neked a laptop? Julian, nyugodj már le, nem kellene házi feladatot csinálnod. De lehet. Gyere, Julián, ülj itt a szobádban, nyugodj le. Nyugodt vagyok, nem érted? Jól van, akkor lehet megcsinálom a leckét, ha bár nincs túl sok értelme. Akkor most szorgalmas leszek, és megcsinálom a házit. Oké, lelépett, jöhet a b Természetesen az a tervem, hogy a táblagépemen játszok. Itt rejtettem el úgy, hogy most jöhet a játék. Hol van? Ne, kitörölte le a Subway surfers -t. Emma, mit csináltál a táblagépemmel és a játékommal? Törölted valami hercegnős játék miatt? Julián, arra már nincs szükséged, a hercegnős applikáció sokkal fontosabb. Nem, most mindenki idegesít. Miért van ez? Hmm, elegem van. Julián, mit művelsz a fallal? Á, mi történt? Ennyire erős vagyok. Mi történt a fallal? Julián, tönkretetted a szobámod. Mi? Nem, nem én voltam. Elég volt, Julián. Házit kellene csinálnod, erre most mit csinálsz már megint? Az úgy volt, hogy átkopogtam a falon, hát ha én hall engem, utána meg kidőlt a fal, nem ütöttem a falat meg ilyenek. De pontosan a falat ütöttem, érges nem mert letöltöttem a táblagépére a hercegnő applikációt. Julian, mi van veled? Nyugodj már le végre, miért vagy ennyire ideges? Julián, mától szobafogságban leszel, életed végéig itt maradsz a szobádban. Micsoda? Életem végéig? Az még legalább öt év. Nem, miért van ma mindenki ellenem? Szia, Stefan! én vagyok az, Klaudia. Ma én hívlak téged, nem a gyerekek. Ma kidőlt nálunk egy fal, esetleg meg tudnál javítani? Nem értem, mi van ezen a Juliánnal. Néha fogalmam sincs, hogy kezeljem. Lenyugtatom magam ezzel a fagyival. Nem bonthatja le a falat, mit gondol? Á, ah, itt vagy, Stefán. Mi történt? Kidőlt egy fal? Igen, pontosan, Stefán. Nem tudom pontosan, hogy történt. A Julian és Emma szobája közötti fal az. Semmi gond, Claudia, megoldom. Nyugodtan pihenj egy kicsit. Már is megcsinálom. Nyugodtan ülj le ide, én meg felmegyek rendben, akkor nekem semmi dolgom, míg jó, hogy Stefán ennyire megbízható. Nézzük csak, hogy mi történt. Én, mint ezermester, biztosan gyorsan megcsinálom. Láttam Stefán autóját a ház előtt. Vajon mit ott ki Julián? Egy csúszdát, egy új medencét? A konyhában minden rendben, de itt nem is kell felújítás. Biztosan nappaliban vár valami meglepetés. Martin legyen meglepet. Micsoda? – Gyerekek? Erre azért mégsem számítottam. Nem tudtam erről. – Klaudia, nincs itt semmi. Mit csinál itt Stefán? – Ne is kérdezd. A gyerekszobában tönkre ment valami, ezért hívtam Stefánt, hogy javítsa meg. – Csak úgy kidőlt a szobátokban a fal? – Az van, Stefán bácsi, hogy meg vagyok fázva. Köhögnöm és trüszkölnöm kellett, és ekkor kidőlt a fal. Erős vagyok, tudom. De tök jó, hogy itt vagy. Átalakíthatnánk a szobámat. Ide is jöhetne egy fal, akkor nem közös szobám lenne a testvéremmel, azaz Emmával. Egy teljes falat ide? Az jó lenne, akkor nem látnám Juliant, és nem is idegesítene fel. Most, oh, Stefan bácsi, egyet tudok érteni, nyugodtan falasz be Juliánt. Én sem akarom már őt látni, mindig felidegesít. Ó, oh, jól értettem, hogy ide akartok egy teljes falat? Igen, pontosan. Nem értem a Fogel családot, hogy miért akarnak ide egy falat, de oké. Okay. Gyerekek, menjetek kicsit arrébb, nagy helyre lesz szükségem a munkához. Akkor én itt maradok az ágyban. Anya mondta, hogy nem hagyhatom el a szobámat. Gyere ma, átmegyünk a szobámba, ameddig itt építkezés folyik, mert nem is játszhatsz addig. Akkor hozzá is kezdek. Mindent hoztam, bár a kocsiból is fel kell hoznom dolgokat, de menni fog. A gyerekek is elmentek innen, akkor lesz elég helyem a falazáshoz. Stefan Bácsi nem lát engem, így végig figyelhetem őt innen. Nem értem, hogy miért akarnak ide falat, de hát, ha ezt akarják. Rendben, kész van a szoba, és még ablaka is van, így be lehet nézni rajta. Nem értem, miért akarják befalazni ezt a szobát. Rendben, akkor már a végeztem, könnyű volt, megyek haza. Szuper, Stefan bácsi lelépett, és van saját falam és saját szobám. Mit csináljak most itt ebben a nagy szobában, a saját szobámban? Játszok a táblagépen. Ezen az ablakon ki tudok nézni, és láthatom, hogy Emma vagy Hanna fel akar -e idegesíteni engem. Szóval ilyen a magánszféra, ez klassz. Hanna, kész vagyok, megyek is, biztosan találkozunk hamarosan. Rendben, stefán bácsi. Már kész is? Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lett. Akkor szia! Pia, megkérdezhetem, hogy mitől vagy ilyen puha? mi mosak szól. Emma, gyere, kész van a szoba. Rendben, akkor majd később elmeséled. Megnézem a szobát. Van ott egy új fal. Szia, Júniám! Nem rossz, nem igaz. Igen, egy folyosó után már itt is vagy a saját szobádban. Ó, Martin, te is itthon vagy? Igen, köszönöm, hogy itt vagy, ö, ilyen gyorsan tudtál jönni. Jól van, szerintem ide jenne valamit. Gyerekek, gyertek le enni? Farkas éhes vagyok, jövök, anya. Ó, kaja van, remélem hamburger sült krumplival, Habár bár szobafogságban, van, remélem azért lemehetek a konyhába enni. Akkor lemegyek. Hé, itt fal van, hol van az ajtó? Itt sincs ajtó, börtönben vagyok, hogy megyek ki innen? itt nincs ajtó, éhes vagyok, hamburgert akarok sült krumplival és ketchuppal. Gyerekek, hol van Julián? Én is ezen tűnődöm. Júlián? Lehet túl szigorú voltam vele, azt mondom neki, hogy élete végéig szobafogságban lesz, biztos nem mer lejönni. Megnézem legalább Stefan, mit épített. Jaj, ne, sohasem jutok ki innen. Itt játszhatok, de éhes is vagyok, és vécére is kell mennem. Úgy tűnik, Stefan épített be ide egy ablakot, viszont nem erről volt szó. És ide tette az ajtót, szinte Emma szobájába. Ez nem is ajtó. Micsoda? Akkor hogy megyünk be Julián szobájába? Julián, bent vagy a szobádban? Igen, itt vagyok, de nem tudok kimenni. Vécére kell mennem. Mit csinált is Stefan bácsi? Julian, sajnálom, nem így értettem a szobafogságot, így börtönben vagy. Ez jellemző Stefánra. Nagyon elemében lehetett, és elfelejtette az ajtót. Julian, kihozlak innen. Rendben, siess, jó leszek utána. És kecsapot kérek.